szekszárdi tűzoltó zenekar műsorával kezdődött a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság új irodaépületének átadója. Az ünnepségre rengetegen voltak kíváncsiak, volt, aki a lakása ablakából figyelte azt. Ezek már a nemzeti színű szalag átvágásának pillanatai. Ezt követően a megjelentek személyesen is megnézték a modern épületet. A több mint 400 millió forintos fejlesztést az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság saját forrásból finanszírozta. A beruházás keretében az épület kívül és belül megújult. Új nyilászárókat, homlokzati hőszigetelést kapott, megvalósult a belső terek modern irodai elhelyezési igényekhez illeszkedő felújítása. A megyei katasztrófa védelem munkatársai eddig a szekszárdi tűzoltó laktanyában dolgoztak. Az az épület viszont nem volt elég nagy és korszerű ahhoz, hogy a különböző tevékenységet végző szakemberek 21. századi körülmények között tudják a munkájukat végezni. Erről beszélt Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja. Az önök felelősség teljes munkáját a 21. században elvárható körülmények között lehessen végezni. Én úgy gondolom, bár belülről az épületet nem láttam, de az előzetes információm alapján az a véleményem, hogy ez itt most Szekszárdon, hála Isten, megvalósult. Az új épületben 43-an dolgoznak nap, mint nap. Az ő kényelmük mellett az épület tereinek kialakításakor az is fontos szempont volt, hogy az ide érkező állampolgárokat kultúrált körülmények között tudják fogadni. Azért fontos ez, mert valóban a megyei szervnek egy igazgatási épülete lesz ez, ahol a megyei igazgatóság vezetése, a funkcionális szervek, tehát a humán igazgatás, a gazdasági igazgatás, a műszak, műszaki tevékenység, a hivatali tevékenység fog megtörténni, és el tud különülni a készenléti szolgálatot ellátó szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, valamint a szekszárdi katasztrófai kirendeltségtől. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnál azt tervezik, hogy jövőre a szekszárdi tűzoltó laktanyát is teljesen felújítják.